estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Cserél túra előadásában hallottam vissza gyönyörű a muzsikát, egy pedig a Hámor hegedű versenyek az első tűnterét. Szeretett és tisztelt átadnám a szót, áttanáljon, hogy mondja, köszönjük. Kedves Éva asszony, kedves Attila, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tanár urak, főigazgató, művész urak, sok szeretettel köszöntöm Önöket ebben az épületben. Olasz Sándor régi barátom, aki az egyetem kitűnő professzora volt, és hát egyébként Attila művészetét is régóta figyelem, és régóta nagyra becsülöm. Nagyon szép eredményeket tudhat magáénak a MAUE, a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének, a Magyar Festők Szövetségének is a tagja, tehát azt jelenti, hogy a szakma is odafigyel rá, mi is odafigyelünk rám, és hát nagyon örülünk, hogy ez alkalommal, ugyan főleg az utóbbi esztendők terméseit, ahogy délután megnéztem a kiállítást, ugye az elsősorban az utóbbi 2-3 esztendő alkotásait láthatjuk, stiláris egységet is mutatnak ezek a képek, de természetesen erről majd Tóth Attila fog beszélni, az én tisztemben több annál, mint hogy ismételten szeretettel köszöntsem őket, gratulálják a művésznek, és gratuláljuk az édesanyjának is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, most a megtervezett rendszerint végeztem azzal, hogy Attilának a munkáiról, képeiről néhány gondolatot megosszak Önökkel. A helyzetem könyvével Pál tanár úr igazából bemutatta Mólasz Attilát, már ahogyan elnézem az arcokat, többé kevésbé ismerik őt, és visszatérő tisztelői vannak az ő kiállításának, és figyelemmel kísérői az ő, most már azt lehet mondani, hogy másfél évtizednyi időszakot át ölelő festői munkálkodására. Attilának a képei nem adják meg könnyen magukat, ehhez ráhangoltság kell, fölkészültség kell, iskolázott szem kell, nyitott lélek, nyitott intellektus. Tehát nem a szépség igézetében alkot Attila, hanem az igazsági igézetében, a belülről jött tájakat festi, mióta csak egyáltalán ecsetet fogott a kezébe. Nem adják meg tehát könnyen magukat ezek a képek, és nem azért, mert rejtélyezve lennének, hiszen nagyon vonzó színviláguk van, esetenként a nehezen köthető külvilági hasonlások, az nehezen köthető formák, tulajdonképpen önálló életre, redukált életre vannak károsztatva, a színek, a vonalak, a dinamizmus, sok mindent életre kell. Most ehhez egész egyszerűen másként kell közeledni, mint a látványvilághoz, mert Attilának alapállása, hogy nem a látványvilágból indul ki, hanem üzeneteit olyan formában fogalmazza meg, ami tulajdonképpen csak festő eszközökkel valósíthatók meg. Elvégezte mindazt a szakmai fölkészítő műhelyben, a megszerzett tudáshoz megszerezte, ami megszerezhető. Jó mentorai voltak, első, amit Szeged körzetében Pataki Ferenc, de a Pécsi Főiskolán Tolvaj Ernő volt, aki rá igen nagy hatással volt. Azért csak őket emelem ki, mert egyébként mások is beletartoznak Attila tájékozódásába. De azt hiszem, hogy Pataki Ferencnek az a hallatlan, érzékeny festői világa az egészen biztos, hogy rokon Attiláival. Tolvaj Ernőnek pedig az a nagyon is alapos és felkészült festői gondolkodásmódja, ami gyökeresen más, mint ami Pataki Ferenc világa, az pedig másik fajta pólust is, egyfajta közlelési pontot jelentett Attilának a festői alakulásába. Például az első Fényvizet címmel volt az első kertás, gyönyörű dolog, ahogyan egy kamaszember rácsodálkozik a nagyvilágra. Aztán este is tanítványt már Pataki Ferencre állított ki közösen, és aztán jöttek az izgalmas dolgok. Képzelet, felfedezés, aztán áttűnések, térlátomások, sebzettenek, időkapu. Tehát azt hiszem, hogy ez a remek szívászás is mutatja, hogy itt van egy nagyon érdekes és eléggé gyors léptékű intellektuális előremozgás is a festői munkálkodásnál. Aztán jönnek a finomabb dolgok. Pillanatmetszet, töredékvonzás, testtájak, alakzatok, elmozdulások, élethálók, kozmikus érintés, rezgés, dimenzió, kristály minden. Gyönyörű, mint egy vers, ezt szoktam általában magamban rögtön rávágni. Ebből is kitűnik, hogy Attila egy koncepciózus festő, és korántsem biztos, hogy egyébként a felsorolt fogalmak köré csoportosítható festőprogramokat meg is oldja.
mert nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy ő mit és hogyan mond ki ezekből. Ez az, ami egyébként, akik több kiállítását is látták, láthatták ezt a nagyon izgalmas, érlelődő előremozdulást. Én nem mond beszélni fejlődésről, mert egészen fiatalkorában megdöbbentően érett festőséget mutatott fel. Tehát ez a dolog tulajdonképpen csak csiszolódik, rétegződik, izgalmasabbá, és talán sok tekintetben megalapozottabbá válik. Rejtett távlatok. Ez a távlatának a mottója, vagy talán a fogalmi rendezőelve, és azt hiszem, hogy ezt az egy gondolatot, ezt a mottót érdemes egy picit kifejteni, és itt most már hoznék akkor konkrét példákat is, mert általában úgy tartom, mennyit azért jövünk el, hogy egyfajta fogódzót kapjunk, hogy ki hogy látja, én például hogy látom, ha önök ezt elfogadják tőle, akkor a saját elgondolásaimat ebben a tekintetben előadnám. Ez én segítségül hívtam, hogy hát én mondhatok akármit, de hogy gondolja ezt maga a festő. Szerencsére a honlapján gyönyör össze, de 8-10 mondatban megfogalmazva minden lényeges elősoroltatik, ami az legfeljebb csak kommentált lehet fűzni. Attila így van arról, hogy mit is talál festészete lényegének. Érdekli és nagyon is leköti őt az áthajló, egymásba folyó, átölelő, összekapcsolódó formáknak a összefonódása, szétválása. Ez igazából egy formai probléma, ami aztán végtelenül variálható. Izgatja a mozgás és a dinamika. Ez két szó, de ebbe a fél világértelem belefér, és a képein mindig is érezzük azt, hogy nem e földi dimenziók között mozdulnak az ő színei, és igazodnak az ő formái. Vagy akár az, hogy a plasztikus, a síkszerű és a gyűrt formák, a modulált formák, a tekeredő formáknak a egymásra hatásai megint csak egyfajta festői problematikát jelent nála. Aztán itt-ott nyomokban ezen a kiállításra szinte alig, igazából csak egyetlen kép konkrétumával érthető tetten a figuratívitás, ami egyébként alapvetően messze áll tőle a formai részét, illetően tehát, hogy milyen értelemben asszociálunk emberi momentumokra, de ha jobban belegondolunk, ez a figuratívitás akár az itt látható képek mindegyikében valahol jelen van. Mert valamennyi képét egy nagyon is emberléptékű érzelmi belső izzás fűzi egybe. Valahol egészen konkrétan például a világsziklánál kikerülhetetlenül az ember azonnal egyfajta emberi dologra asszociál, vagy akár az attrakciónál. Vagy akár ott az Egyensúly című képen egy jobb oldalt, ahol tulajdonképpen nagyon eredetlen, nagy áttett formában alapvetően egy emberi szubsztrátum jelenik meg. De a lényeg az, hogy ennek a kiállításnak az igazi kihívása az, hogy tiszta, tagolt terek és formák együtthatását mutassa be. Na erre most akkor hozok egy-két képet, mert azt hiszem ez nagyon szépen megvonulva. Rögtön ott van egy hármas, egymással tulajdonképpen koncepciális és színvilági összefüggésben lévő képegyüttes, amelyiktől nagyon, hogy mondjam, sűrítetten megjelenik az a fajta intellektuális alapú festői tudás, ami Attilának, Attila munkája jellemző. Festészete azért hiteles és azért meggyőző, és a szakma egy részében ezt ki kell hangsúlyozni, hogy nem mindenki részéről, mert érik ő bizony gáncsoskodások, akár csak a Szegedbe beágyazott pályafutása sem volt zökkenőmentes, annak ellenére, hogy nagyon jó családi szellemi, vagy akár tágabb szellemi körzetben remek inspirációkat és visszajelzéseket kapott, ezek egészen biztos, hogy mondjam, fénysebességgel segítették a szakmai előre jutásban és előre mozdulásban és az önfejlődésben, de mindez mit sem érne, hogyha ez a hangsúlyozom a hivatásossá válás dokumentált akciójából, ez a szétfoglaló kiállítás ne állna helyt egyébként önmagáért, és ne állna helyt és ne igazolna vissza Attila egész eddigi munkálkodásának értelmét és célja. Attilának köszönöm a kiállítás az önök nevében is, sok sikert kívánok önöknek, megköszönöm tisztelő figyelmét. Köszönöm.